Amikor rákattintottál a videóra, akkor a címet olvasva érzésem szerint kétfajta lehetőség futhatott át az agyadon. Az első, Jézusom, dehogy azok, Úristen! A második, ja, végül is azok. És akkor természetesen vannak még az elvetemült Rocket szurkolók, akik egy zárójeles harmadik lehetőséget alkotnak. Még jó, hogy azok vagyunk! Woo! Sziasztok, olyan percek nézők, ez itt az NBA Makogó, és be kell valljam, hogy én sokáig inkább az első kasztba tartoztam, akik úgy voltak vele, hogy a Rockets ezzel a játékkal képtelen lesz a bajnoki címre, nem lehet James Hardennek egy teljes rájátszáson keresztül megőrülnie olyan szinten, hogy párharcokat nyerjen. De ahogy haladtunk előre az alapszakaszban, ahogy láttam, hogy ez a videójátékszerű teljesítmény fenntartható, sőt, akár még fokozható is, és látva azt, hogy a Jazz elleni első két mérkőzésen Harden akarata érvényesül, és egy olyan csapat ellen csinálja meg azokat a dolgokat, amiket az egész szezonban, akinek volt ideje rá felkészülni, aki a liga egyik legjobb védekező csapata, akkor eljutott a tudatomig az a tény, hogy igen, ez a Rockets képes lehet megnyerni az NBA bajnoki címét. Az első meccsről szóló videómban elmondtam, hogy a Jazz mivel próbálkozik Harden semlegesítésével. Ugye próbálják beterelni a festékbe, ahol Rudy Gobert vár rá, ugyanakkor láthatóan ez semmiben nem zavarja meg Hardent, ugyanúgy be tudja dobni a floatereit, ugyanúgy el tud venni egy zicserre, ha pedig Gobert ténylegesen fellép rá, akkor Capellát rendszerint megtalálja. Ez a második mérkőzésre gyakorlatilag semmiben nem változott meg, némileg picit jobban, ahogy idézőjelben kértem az első videóban, a Jazz játékosok picit szűkítették a teret, de Harden ugyanúgy tudott operálni, ráadásul felismerve azt, hogy a triplát elveszik tőle, beleállt egy-két iszonyatosan nehéz triplába, aminek a nagy részében Ricky Rubio gyakorlatilag szájsebészeti beavatkozást végzett rajta közben. És mit ért vele? Természetesen semmit, hát most itt akkor befűzöm a filmet. Tehát ezek azok a dobások, amiket egy normális ember, de mondhatom, hogy egy akár sztár NBA játékos nem dob be, vagy egy szezon közben bedob annyit, mint amennyit James Harden mondjuk bedobott az első fél időben. Zsinórban jönnek olyan dobások tőle, amit nem vállal el senki, és a ligában 29 edző azt mondaná, hogy te figyelj, ezt ne dobd el, mert ez nem egy jó százalékú dobás, és Harden rácáfol arra, amit gyakorlatilag közel 30 évem alatt tudok és tanultam a kosárlabdáról, mert igenis megmutatja, hogy olyan dobásokkal is el lehet menni 20 ponttal meccsről meccsre, amik nem jó dobások, amik nem jó százalékú dobások. Hozzátartozik, hogy Harden nincs egyedül ezzel. Ugye Chris Paulnak is voltak olyan kísérletei a mai mérkőzésen, hogy a szám tártva maradt, hogy ez most komolyan ez a Chris Paul, aki ezt eldobta. Eric Gordontól már megszokhattuk, hogy ő már, hogyha 3-4 méterrel a tripla vonal mögül van, ő már szívesen ránéz azért a gyűrűre, van, hogy bele is áll, függetlenül attól, hogy van előtte ember, vagy nincs előtte ember. Gyakorlatilag az egész Rockets-re ráragadt ez a fajta mentalitás, hogy tudjuk, hogy jó dobók vagyunk, és igazából nem kell, hogy zavarja minket, hogy védekeznek rajtunk, vagy sem. És ez teszi igazán veszélyessé ezt a Houston Rockets-ot, mert élnek és halnak a triplákkal, és ha visszaemlékszem, akkor ugye a tavalyi konferenciadöntő 7. mérkőzésén hát inkább haltak a triplákkal, mint éltek, már nem is emlékszem, de 20-valamennyit hagytak ki zsinórban, mire végre egy beesett, és ez a csapat, ez nem különbözik nagyban attól a csapattól, persze akkor is ott nem játszott Chris Paul sérülés miatt, ugye Ariza volt, aki a legtöbb téglát rávágta, de Hardennel kezdődik és végződik az egyenlet a Rocketsnél, és én úgy gondolom, hogy neki ilyen mérkőzése lehet. Csak amit az egész szezonban mutatott, illetve ezen a két mérkőzésen mutatott egy tényleg fantasztikusan védekező Jazz ellen, úgy egyre kevésbé jön a gondolat, hogy persze Harden el tud tűnni egy meccsre, mert azt látjuk, hogy amikor eltűnik egy meccsre, akkor is képes 30 pontot azért így vagy úgy büntetőkkel, mindennel együtt, úgyhogy a teljes mosogatót rádobja az ellenfélre, összeszedegetni. A Jazz helyében én teljesen tanácstalan lennék, mert gyakorlatilag Ricky Rubio, illetve ideig óráig Joe Ingles tényleg mindent megtett, hogy semlegesítse Hardent, és egyszerűen semmi választ nem tudtak arra nyújtani.
Ugye Rubio kis hián szerepelt minden idők legmegalázóbb képsorában, amikor Harden elküldte a büfébe, körülbelül 8 méterre lerázta magáról, kicsit még meg is táncoltatta magát a testével. Rubio szerencsére viszont a 3 pontos kimaradt. Hát ha az bedobja Harden, akkor szerintem éveken keresztül ismételgették volna meg, be lett volna vágva minden ilyen YouTube mixbe, ahol a legmegalázóbb kosaras rejteket keresik. Nyilván másfajta atmoszféra lesz, amikor a két csapat Salt Lake City-be utazik, de összességében a pálya ugyanakkora lesz, a gyűrűnek ugyanakkor lesz az átmérője, és én nem láttam azt az egész azonban, hogy Hardent valamennyire is zavarta volna a közönség. Ami picit más lesz, az egyértelműen az, hogyha majd esetleg nem kap meg minden fújást, de annyira sokrétű a Rockets támadó gépezete, és annyi fegyverük van Hardenen kívül is, hogy tényleg bele tud férni az, hogyha neki egy picit rosszabb estéje van, mert igenis Gordon, Paul, Capella a sok összeszedett labdával, zsákolással, minden együtt össze tud annyi pontot szedni, amit a Jazz továbbra sem tud meccselni, főleg akkor, hogyha mondjuk Donovan Mitchellnek van egy halkabb fél ideje, amit mondjuk láttunk a mai mérkőzésen is. Úgyhogy elég aggasztó a helyzet, mert én azt gondoltam, hogy azért lassítva lesz egy picit a Rockets, én azt gondoltam, hogy ez a széria el tud menni 7 mérkőzésig, ugye azt jósoltam, hogy egyetlen meccsen sem fog nyerni a vendégcsapat, és ez egyelőre áll 2 mérkőzés után, de engem nagyon-nagyon meglepne, hogyha a Rockets legalább egy meccset nem nyerne meg idegenben. Úgyhogy összességében nagyon-nagyon fejre kell állítani a terveket a Jazznél. A védekezéssel igazából nem tudom, mit lehet kezdeni, de az biztos, hogy egy sokkal kreatívabb, sokkal ötletteljesebb támadó gépezetet kéne valahogy beröffenteni, amire nem tudom, hogy képesek-e. Úgyhogy jelenleg azt látom, hogy 2 mérkőzés után a Rockets, hogyha megnyeri a 3. mérkőzést esetlegesen, akkor még ki is söpörheti a Jazzt, de összességében szurkolok a Jazznek, mert azért a tehetség ott van náluk, és úgy érzem, hogy ebből a szériából lehetne egy klasszikus, nagyon jó, kiélezett küzdelem, de mondom, az első 2 meccs, tehát inkább az, ami dominál, hogy a Rockets viszonylag simán tovább jut. És akkor igazából a kérdésre nem adtam választ, amit a címben feltettem. Szerintem bajnok esélyes a Rockets, és ha elkapnak egy olyan szériát, amit most például itt az első 2 mérkőzéssel látunk, vagy amit szezon közben láttuk nem egyszer és nem kétszer hetekre tőlük, akkor úgy érzem, hogy nincs csapat, aki megállítja őket. Persze papíron azért a Warriors egy jobb csapat, még a kiesett DeMarcus Cousins-szal együtt is, de Harden mostanában mindenki fölött van egy lépéssel és egy szinttel, amikor a megállíthatatlan jelzővel kell dobálózni, még Giannisnál is talán, ezt így kimerem jelenteni, amiatt, mert tényleg ez a 3 pontos a hátralépős triplája az, amivel nem lehet egyszerűen semmit kezdeni, és úgy érzem, hogy annyira levédekezhetetlen, hogy igazából tényleg csak rajta múlik, hogy bedobja vagy nem, függetlenül a védőtől. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, dobj rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, jelöld be a kis harangot, hogy kapjál értesítést is róla, holnapi nap pedig 2 darab nyugati mérkőzés kitárgyalója is jön, úgyhogy csatlakozzatok hozzám holnap is ilyen 11 dél körül, a lényeg az, hogy a körül mindenképpen fenn lesz a videó. Mára megköszöntöm a figyelmet, én Maka voltam. Sziasztok!